Kedves közönségünk, Duraváros Önkormányzata és Kulturális Bizottsága nevében igen nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm Önöket az immáron 7. alkalommal megrendezett Galgamenti Népzenészek újévi koncertje alkalmával. Ez a rendezvény, hangversenyünk természetszerűen kapcsolódik a Magyar Kultúra Napjához, hiszen elszakíthatatlan része a zene nemzeti kultúránknak, mint közösségteremtő, egyben megtartó erő. Igen nagy örömünkre szolgál, mondhatom valamennyiünknek, hogy hosszan kellene sorolni a jelenleg is a teremben, köreinkben ülő azon prominens személyeket, akik a hagyományőrzés, a kulturális közéret országos, vagy akár galgamenti szintjein az eddigiekben is már számos rangos elismerést szereztek, hagyományt teremtettek. Ezért és emellett essék néhány szó azokról is azokról a legendákról is, akik már nincsenek köztünk, illetve azokról, akik már több évtizedes tevékenységükkel gazdagítják közös kulturális kincseinket. Sorrendet igazán nehéz felállítani, de mindenképpen nevük megemlítésével kell tisztelegnünk Mackó Mária előtt, Kovács László munkássága, életműve előtt, meg kell említenünk Szaszkó Józsefet, Sára Ferencet, Szénási Tibor Toskót. És mint mondtam, a sort hosszú percekig lehetne folytatni. Már csak azért is, mert Turának mindig központi szerepe volt a környék, sőt, mint mondtam, az ország népművészeti kultúrájának megőrzésében, a népzenei oktatásban. Nem kis részben köszönhetően a jelenleg is majdan fellépő Unger Balázs tanár úrnak, aki több szakember képzésével és pályára állításával mondhatni beleírta nevét a mi kulturális hagyományőrző aranykönyvünkbe. Fiatal tehetségekről, egy új generációról van szó, olyan fiatalokról, akik hitelesen adják tovább majdan az őket követő nemzedéknek közös kincseinket. Legyen szó Boda Gellértről, az idén az akadémiát befejező Szabó Andrásról, vagy éppen csendesen, szerényen mondom, Kána Natáliáról. De meg kell, és meg is említjük a Zeneakadémia népzenei tanszakának jelenlegi, vagy jövendőbeli hallgatóit is, Gólya Mártont, Bence Mátyást, Solymosi Mátét, vagy a száztagú cigányzenekarban is nagy sikereket elért Brácsást, Farkas Zsoltot. Azzal kezdtem talán, hogy a zene közösségteremtő és közösségmegtartó erő, ezért bár nálam sokkal avatottabbak, bizonyára újra el fogják mondani, de igen nagy örömünkre szolgál valamennyiünknek, hogy ezzel a talán nem ideillő szóval kifejezve márkás neveket köszönhetünk, és az ő művészetüket élvezhetjük a mai napon, a Dűvő zenekarét, természetesen az előbb említett Unger Balázsét, Szokolik Szabolcsét, párjáét, táncművészetben, a Zagyva bandájét, a Cifra tánc együttesét, a Tarsoly zenekarét, az Emse zenekarét és a Horc bandájét, a Bonta zenekar és a Galábos zenekar zenéjét is élvezhetjük. Hogy megmaradhassunk, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Magyar Kultúra Napját, látnunk kell, és ma hallani is fogjuk emellett, hogy a magyar népi kultúra hármasa szétválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz. Legelsősorban talán a népzene,
ahogy sokan mondják, a művészetek királya, annak megmozgatott képi kifejezése a tánc, mely talán 1000 éves múltra tekint vissza motívumkincsében, és a népi iparművészet és kifejező képzőművészet, melynek ágait szinte lehetetlen felsorolni. A mai estéhez nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek, és kultúránk megmaradásában vetett hitet, reményt és bizakodást. Szép jó estét kívánok mindenkinek, én is. Aki még nem ismerne, Unger Balázs vagyok, népzenetanár, népzenész, cimbalmos. Nagyon sok ismerőst látok itt, bár nem mondom azt, hogy tökéletesen, mert egy kicsit szemembe világít a reflektor. Nem nagyon szeretném szaporítani a szót. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb öröm nekem az, hogy itt ennyi gyerek, aki összegyűlt most például majd itt a színpadon az első számban, hihetetlen érzés számomra, hogy ennyi gyerek foglalkozik a zenével itt a Galga mentén, és mondhatni, hogy ez a Galga menti régió, vagy akár a Jászság szélét, Jászfényszarút, vagy Galgahévíz, Bag, Boldog, említhetnék még itt nagyon-nagyon sok település, de nagyon, nagyon érdekes, hogy ez a régió mennyi zenészt mondhatni, hogy kinevelt magából. Köszönhető ez az ősöknek is, akikről oldalt egy tablót is lehet látni majd, régi turai cigányzenészekről készült egy tabló. Nemrégiben volt decemberben az avatója, és hát ezt a tablót most a kedves közönség is megtekintheti majd. Úgyhogy igazából a gyerekeknek szeretnék köszönetet mondani, elsősorban, hogy eljöttek, és muzsikálni fognak. Nagyon köszönöm a szülőknek a türelmet és a kitartást, hogy segítenek a gyerekeknek, és hordják őket órára, mert jó magam is tudom, mert én is szülő vagyok, hogy mekkora áldozat a gyereket elhordani órára, és egy kicsit azért traktálni őt, hogy tanuljon, egy kicsit azért gyakorolni is kér, nem csak a számítógép előtt ülni, ez gondolom mindenkinek ismerős. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer a szülőknek, és harmadsorban pedig köszönöm szépen az összes itt lévőnek, hogy eljöttetek. Elnézést, hogy tegeződünk, de nagyon sok a fiatal. Én úgy látom, hogy mindenki nagyon fiatal. Úgyhogy lassan kezdődjék a műsor. Át is adom akkor a szót a mai est konferenciának, Kádár Ignácnak. No hát szerencsés, lencsés, jó füstölt kolbászos, jó házi főtt pálinkás, jó estét kívánok mindenkinek. Ennek a falunak és minden lakójának, és most már város, ugye? Túra már város. Ne, hogy tévedjek, mert aztán itt megköveznek a végén. Maguknak, akik most itt jelen vannak, no meg azoknak is, akik otthon maradtak. Borbúza békesség itt legyen minden házba. Az ilyen öregek pihenjenek békébe pipázva. Győzzen a tudomány, s a butaság vesszen, egy ilyen kisebb tábla búza vagy 100 zsákkal leveszen. Orvosnak, asszisztensnek itt ebben a városban sose legyen dolga. Fiatalok házán kelepeljen a gólya. Minden kismalacnak legyen legalább 20 testvére, és olyan 2 mázsás korában folyik el a vére. Sose vakarózzon, akinek nem viszket. Pukkadjon meg, aki itt ma este szidni merre minket. Aki rosszat akar, szálljon a fejére, szálljon egy jó nagy mérges darázs az orra hegyére. Na de most már tényleg elég volt a szóból, ugye megárt, hogyha sok van akármilyen jóból. Be is fejezem, hiszen sürget az óra, hiszen már ugye az 5-öt régen elűzötte az óra. Én nekem csekély kívánságom csupán annyi lenne, hogy amely ma este itt látnak, hallanak, kedvük teljen benne. És ugye az ilyen újévi koncertekhez a sok egyéb más mellett egy ilyen ügyes, okos, szép konferenc is kellett. Köszönöm szépen. Nekem juttatták ezt a szép tisztességet. Gondolom ebbéli tehetségem véget. Nem dicsekvésképpen, nehogy félreértsék. Inkább vigyék el a boda
komámat a vércsik. No, és én akkor most mennék, és ha nem haragosznak, jó mulatást kívánok a ma esti koncerthez, kedves mindjájuknak. És akkor be is mondanám, hogy az első fellépünk Bojtár volt a nagyapám címmel. Mindjárt itt a függönyt elhúzuk. Rába közből dusokat fognak a fiatalok muzsikálni. Galávos zenekar, Horst Banda, Bonta zenekar. Hát itt vannak vagy százan a színpadon. Én azt javaslom maguknak, hogy ha idejük és lehetőségük engedi, akkor kezdjenek el tapsolni most. Hiszen itt mögöttünk olyan kis apróságok, fiatal tehetségek állnak a színpadon, hogy azt hiszem, hogy oda-vissza világba kereshetjük az ilyen tehetségeket, és hát nagy öröm számomra is, hogy engem ide hívtak, és itt végighallgathatom ezt a rengeteg gyönyörű muzsikát, és hát gondolom ez a Balázsnak, a Gellértnek, és ki is volt itt a harmadik, aki Bohák Endre. Ők készítették föl, ők tanítják őket. Még egyszer nagy tisztelettel, egy nagy tapssal elkezdjük a mesti koncertet. Jó szórakozást kívánok!
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a szűnni nem akaró lelkes tapsot. Köszönjük szépen a kedves gyerekek, fiatal tehetségek nevében. Hát nem tudom, tudják, hát persze, hogy tudják. Ugye bejött ide Magyarországra is, meg Erdélybe, meg mindenőbe ez az unió. Tudják, miről beszélek, ugye? Aztán elmentem ott kint Erdélybe egy ilyen öreg, idős bácsihoz. Aztán kérdem, hogy Jánosba, aztán mit szól maga ehhez a nagy unióhoz? Mondom, úgy hallottam, hogy itt a csűr meg a tit fogják elhozni ezt az új uniós vasútat. És az öreg így gondolkodik, azt mondja, hát fiam, hát egyszer ezek az uniós fejek azt gondolják, hogy én egész napot állok ott hátul, és nyitogatom a csűrkaput, amikor jön a vonat. No, hát következő fellépőnk, én nem szaporítom, hogy tovább a szót, mert akkor 4 órás lesz a koncert, és elfáradnak. Pedig lenne még mit mondjak, de majd még később mondok. A Cifra táncegyüttes fog színpadra lépni. Gondolom mindannyian látták, hallották, volt ez a tehetségkutató, felszállott a Páva című verseny a Duna TV-be. Hát ők ott kimagasló eredményt értek el. Egészen elsétáltak a döntőig. Köszönjük szépen. És hát most megtisztelték a turai közönséget azzal, hogy itt a színpadon be is fogják mutatni élőben, amit a tévében csináltak. Hát én nem fogom most őket dicsérgetni, megdicsérjük ők magukat. Nagyon tehetséges, gyorslábú fiatal emberek és lányok. Úgyhogy következzék tehát a Cifra tánc együttes, kalotaszegi táncokat fognak táncolni. Thank you.
Köszönjük szépen! No, nem tudom, tetszett-e? Tetszett? Akkor jó. Menjek előre, jó. Hát ugye ez a mai technika. No, hát azt az előbb elfelejtettem mondani, hogy mindannyian ismerik itt az Agyva Banda reszelte a száraz fákat itt oldalt, meg a Nagy Zsolt segítségével, ugye, mert a Szabó András barátunk valahova elment melegebb éghajlatokra, egy kicsit pihenni. Ráfér, mert volt egy igen eredményes diploma koncertje, ahol nagyon ideges volt, és most elment kipihenni. Na, hát én elmondanám, hogy hogy találkoztam, mert gondolom most mindannyian feltették magukba a kérdést, hogy ki ez itt, aki itt osztja az ész nekünk. Hát én Kádár Ignác volnék. Hát egyébként én Csíkba születtem Erdélybe, de aztán a sors átvetett ide Magyarországra. És hát, hogy találkoztam ezekkel a fiúkkal? Hát egyszer ott Kiscsőszön volt egy ilyen fesztivál, és ott hajnalba ment a buli. Hát ismerik maguk, hogy milyen a buli hajnalba, néptáncos körökbe. Egyébként ma este is megismerhetik a Boha kocsmába. És ment ott a hajnali nótázás, egyszer csak megállt egy autó, kiszállt öt fiatal ember, így teljesen ismeretlenül azt sem mondták, hogy bükmak senkinek, beálltak a kocsma elé, és elkezdtek muzsikálni. Mindenki csak nézte, hogy kik ezek, honnan jöttek, mit akarnak itt idegen helyen. Aztán így szép lassan összebarátkoztunk. Aztán a másik történet, ezt nem mondom el, mert gondolom mindannyian a tavaly is itt voltak az újévi koncerten. És a Balázs már elmondta, hogy jártam én egyszer velük. És hát azáltal kerültünk nagy barátságba, hogy egyszer nagyon csúnyán átvertek. Elmondjam? Csak röviden, jó? Hogy megfogadtam őket muzsikálni, mert ugye én is vezetek egy együttest, megfogadtam őket muzsikálni, és felhívtam pénteken az Andrist, hogy te akkor minden rendben, zenék megvannak, reggel 10-re ott lesztek. Igen, igen, persze, minden rendben. Pesten a Vörösmarty téren. Odaérünk, bepakolunk, felöltözik mindenki, zenekar sehol. Hát mondom, biztos parkolási probléma Budapesten. Várunk, sehol. Hívom őket. Mondom, szia, hol vagytok? Azt mondja, hogy hol vagyunk? Hát mondom, kérdem, hogy hol vagytok, mert meg vagytok fogadva muzsikálni, és hát illene tudnom, hogy hol vagytok, mert én fizetek. Azt mondja, hogy hol vagyunk, itt vagyunk Máté Szalkán. Hát mondom, biztos nem jól hallok, hol vagytok? Hát Máté Szalkán, van ott valami gyerekfesztivál, és ők ott muzsikálnak. Hát mondom, emberek, hát itt kéne lenni Budapesten, a Vörösmarty téren. Hát elszegődtetek nekem ma egész napra. Na aztán elindult a hajtóvadászat zenekar irányába. Ugye hát nem voltam mit csinálni, mert hát Máté Szalkára elég nehéz lett volna 10 perc alatt odaérni Pestre. Úgyhogy délre, kora délutánra össze is sikerült szedni egy ilyen a világ több pontjáról hegedűs, brácsás, bőgőst. Senki nem tudott semmit. Akkor már a koreográfiákat. Aztán ott egyként valahogy lement a nap, hát mondtam nekik, hogy ne találkozzunk, mert akkor igen, csak farkas szemet fogunk nézni. De aztán én is megnyugodtam, ők is, hogy ők is örültek, hogy jól átvárhattak, én meg örültem, hogy végre valahogy lement a műsor. Aztán leültünk egy sör mellé, megbeszéltük, és hát azóta szorosan együtt működünk műsorokon, koncerteken, itt-ott-ott. Úgyhogy így kerültem én turára, hogyha esetleg még valaki nem tudta volna. És hát akkor most még annyit mondanék, hogy sokféle zenét játszanak ők, ugye már mindannyian hallották. Most egyébként gömörből fogunk egyet muzsikálni. Én megpróbálok valamit itt kornyikálni az én kis saját kappan hangomon. Úgyhogy aztán egyszer voltam ott, eszembe jutott még ezt gyorsan elmondom, voltam Gyergyó mellett ott, Gyergyó Alfaluba. Szóval ott egy ilyen öreg bácsika, ekkora szakálla van. Úgy hívják, hogy Hazug Pista. Ő azt mondja, hogy amit mond, mindig igazat mond. De hát tiszta hazugság az egész, ugye, hogy az ember jól átgondolja. Aztán azt mondja egyszer, hogy
beszélgetünk, azt mondja nekem, hogy te, azt mondja, múltkor képzeld el, hogy jártam. Van nekem itt egy ügyes kicsi fekete szamaracskám, azt mondja. Bé szoktam vele járni Gyergyóba a piacra ide-oda. Azt mondja, menjek ott véfelé. Látom, hogy jövőlem zélve két ilyen nagy fekete bőrkabátos úriember. Ki volt fényesedve mind a kettőnek a nyaka, de nem a szappantól, hanem a mocsoktól. Azt mondja, jön a két csendőr, azt mondja az egyik, Pistaba, én magát itt a még egyszer evel a szamáról meglátom, én magának a szamarát elveszem. Azt mondtam neki, azt mondja, hát bár jó lesz az nekem, kicsi fiam. Azt mondja, mi lesz az jó magának, Pistaba? Hát azt mondja, akkor legalább lesz egy ilyen kifényesedett nyakú, fekete bőrkabátos vejem. Na, hát így jártunk, úgyhogy én most átadom a szót a zenekarnak, meg magamnak, és akkor jó szórakozást kívánok. Egy ilyen mikrofonos, egy olyan. Na, azt mondja, hogy... Ezen ott van egy nagy ház, törvény szét a neve. Törvény szét a neve. Egy amit abba főznek, egy de keserű a lelk. Hát erre vagyok, erre vagyok, szabadulást várok, szabadulást várok. Az csak a jó Isten tudja, hogy mikor szabadul. Az csak a jó Isten tudja, hogy mikor szabadul. Azt mondják, hogy a rima szombat felé, az ostorony elé nem van, te kell.
Megint itt vagyok. Na, visszatérek egy kicsit erre a hazug Pistára, mert mondott ő még sok okosságot. Azt mondja nekem egyszer, hogy te fiam, itt Gyergyó környékén a tavaly nyáron olyan meleg volt. De olyan asszály. Azt mondja, belenéztem a patakba, a halak már 3 évesek voltak, mert még úszni nem tudtak. Aztán azt mondja, hogy aztán jött egy olyan hideg, de egy olyan hideg tél, hogy -20, 30, 40, nem is tudom. Néztem ki a kerten, azt mondja, a kutya futott a kanyarta, hogy vette be egy derekbe a kettéterett, azt mondja. Aztán azt mondja, hogy jött a nyár megint, és akkor itt lett egy olyan árvíz, de olyan, azt mondja, hogy a padláson az egérfogó mindegyik halat fogott. Na, hát én most visszaadom a szót itt a zenészeknek, mert olyan idegesek itt hátul, hogy nem bírnak magukkal. Hát a következő az MZ zenekar Turai Lakodalmast fognak játszani. Hát közülük többen az akadémián tanulnak. Nagyon ügyesek és tehetségesek, gondolom mindannyian itt ismerik. Én tovább nem is beszélek róluk. Majd itt a virtuózitással bemutatkoznak, úgyhogy jó szórakozást kívánok. Thank you.
megérdemlik a tapsot, így van. Most már így abból tekint, azzal a tekintettel, hogy tudják, hogy én ki vagyok, meg merre járok, mit csinálok, hát táncolok, zenélek, énekelek, hát a maga módja szerint. Egyszer elmentem ott így gyűjteni, ott kint Erdélyben, egy kis faluba, és elmentem a zenekarért, ugye, hogy vigyük fel a tett helyszínére. Aztán kérdem, a jó hideg volt, ilyen jó mínusz 20-22, azt kérdem a primást, hogy Jóskabá, aztán miért nem teszi fel azt a bundasapkát ilyenkor a fejére, hogy ne fázzon. Ha nem teszem fel azt, a fiam, mert múltkor ért volt egy nagy baleset. Hát mondom, milyen baleset érte Pistaba? Azt mondja, hát elhívtak volt muzsikálni, és egyet muzsikáltunk, és megkínáltak pálinkával, és nem hallottam. Úgyhogy... Turai idősebb fázós embereket vigyázzanak a bundasapkával, hogy nehogy. Na, és akkor még annyit mondanék, hogy ne felejts el senki, hogy Len Pista bár csinál a Bohába, ott ma este felhőtlen szórakozás kezdődik, itt a koncert után, majd persze később. És most akkor újra a Cifra Tánc Együttes a színpadon, most pedig egy szatmári táncot fognak előadni, ezt is láthatták a tévébe. Nekünk most van szerencsénk itt élőben megnézni. Konkrétan azt hiszem, hogy nagy ecsedről fognak virtuóz verbunkokat, csárdásokat táncolni, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást, és szűnni nem akaró lelkes tapsot! No!
a Cifra Tánc Együttes és az Agga Banda. Köszönjük szépen az együttesnek, köszönjük szépen a bandának, és köszönjük szépen. No, mit is mondjak? Valaminek eszembe kéne jutni. Ugye minden jóra való házas ember tudja, ugye, hogy az asszony népséggel bizony akad elég sok gondja. Én nem akarok én itt erről most sokat prédikálni, mert az én asszonyomnak is a keze gyorsan el szokott járni. És itt a helybéli menyecskék, ha úgy akarják, itt a koncert után a két látott szememet könnyen kikaparják. Hát a házas ember vagyok úgy már 7-8 éve. Olyan ügyes kicsi feleségem van, mint egy ilyen jó zapkéve. Ha egyszer hozzám vág egy edénmosó tálat, én biztos, hogy nyomom vagy két hétig a kórházi ágyat. Pedig nincsen neki semmi oka erre. De ugye, mivel én ezt szoktam néha-néha félrekacsingatni, és ha egy jó szép lányt látok, azért jó szemügyre veszem, megtörténik bizony, hogy otthon béveri a fejem. Hát a következő számunk ebben erről szólna. Minden jóra való házas ember vegye fontolóra, hogy akinek már egyszer van a hites felesége, ott a félrekacsingatásnak örökre vége. Következő fellépünk a Tarsoly zenekar lesz. Vajda Szent Iványi muzsikát fognak muzsikálni. Egyébként ők is szerepeltek ebbe a felszállott a pávába eredményesen. Úgyhogy most itt élőben meghallgathatjuk őket, és akkor még közben elmondanám, eszembe jutott, hogy ott nagyon sokféle lemezt meg lehet vásárolni valahol. Valahol itt. Meg fel lehet iratkozni DVD ügyben is, hogy amit itt ma este látnak, meg hallanak, az egy DVD-re fog kerülni, és akkor, ha feliratkoznak, akkor megkapják. Ha nem iratkoznak fel, nem kapják meg. Úgyhogy iratkozzanak fel minél többen, hogyha otthon unatkoznak, akkor beteszik, és akkor engem legalábbis meghallgatnak. Jó szórakozást!
Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű muzsikát. A Tarsos zenekart hallották a színpadon. No, megpróbálom fontosság és sorrendben mondani a többit. Hát itt hátul rekordkísérlet következik. Aki él és mozog, mindenki ide feljön a színpadra és muzsikálni fog. Erre én is kíváncsi vagyok. A másik, amit akartam mondani, hogy a Boha kocsma. Azt mindenki jól vésse be a fejébe. Szünetben is ismételgesse, hogy oda akarok menni. Na, ott biztos megszólaltatják még ezek a fiúk ezeket a szárazfákat, úgyhogy mindenkit várunk oda is. Én is lemegyek. Na, és akkor még annyit mondok, hogy szép este van. Látom ott hátrébb kiki nyugalomba. Látom, hogy itt ezt a koncert első részét már mindenki unja. Egyre többen néznek álmos szemmel én rám. Néha ott meg Gyuri bátyám pislogs, nem is ritkán. Az előbb láttam ott hátul a sarokban Dénes komámat, ahogy a szemébe aggodalom támadt. Ágyba kívánkozik, ásítozik szörnyen, látja, hogy ma innen nem szabadul könnyen. Nem vagyok én gyilkosa, kérem szépen semmiféle jónak. Néta Andrásba indul az ajtónak, várjon Bondi bátyám. Hát mindjárt jövök én is, csak ezt a koncert első részét most már nézzük végig mégis. Hát egy ilyen nagy rekordkísérletet hagytunk utolsónak, ne tapsolják meg, ha nem találják jónak. De hogyha tetszene, tapsoljanak bátran, mert én ma estére ezzel végleg lebontom a sátram. Ha esetleg útjuk arra visz, jöjjenek be nálunk, az ajtónk nyitva lesz, senkit ki nem zárunk, mindenkit nagy szívvel és szeretettel várunk, most pedig részemről mindenkinek jó éjszakát kívánok.
Bravo, fiúk, lányok, fiatalok! A rekord kísérleti zenekar a színpadon. Énekel közben működött Kubinyi Júlia. Köszöntem ugyan, de azt mondták, jöjjek vissza. Mondtam, hogy jó. Nem sietek én sehol. Na, hát akkor annyit még elmondanék, amikor eszembe jutott, aztán mondom, visszajövök. Nem hagyom magukat úgy, hogy az utolsót nem mondjam el, amit el akartam. Hogy a tavaly nyáron kaptunk ott Boda Gellért barátommal egy beutalót, egy ilyen üdülőjegyet. És ugye mivel itt errefelé, meg ott nálunk felé, és látunk elég hegyet, hát tengerpartra vettük a perzselő napra, kaja, szállás, ellátás, vagy 13 napra. A két asszon persze hadat üzent nekünk. Így esténként röpködtek a tányérok, kapkodtuk a fejünk, de mi Gellért barátommal a sarkunkra álltunk, és elhitettük a két asszonya, hogy nélkülünk ez a nyaraló tengerparti brigád nem ér meg egy rongyos, agyonszívott pipát. Na, el is mentünk. Mondom a Gellért barátomnak, hát ha már itt vagyunk, akkor csak is halat eszünk. Meg is rendeltük a halat, mellé kis italt, szépen a porrak feldíszítve, körbe porcukorba mártva, ilyen citron szeletecskék körbe a pohár szélén, mint tavasszal a villanydróton a fecskék. Ezt látom, hogy Gellért komám küzd a hallal, jobb kezével szúrja a villát halba, vagyis hogy a balra, a jobb kezével a kést fekteti a halra, és mint a villám a nagy serefába. A hal meg két darab ugrik fel a falra, és mint a villám a nagy serefába egy külföldi vendégseres poharába. Na mondom Gellért komának, hogy itt is úgy lehet kétszer voltunk, először és utoljára. Aztán másnap a tengerparton ilyen halásznadrágba úgy bámult minket a tengerparti jó nép, mint egy helikoptert. Aztán a két hetet 40 fokos lázba szorakoztuk ketten végig a kórházba. Én ezzel elbúcsúznék, hogyha nem haragusznak. 10-15 perc átállási szünet következik, utána pedig a Dűvőzenekar lemez bemutató koncertjét látják, hallják. Táncban pedig közre fog működni Szokoli Szabolcs és Szokoli Melinda. Jó szórakozást és szép estét, ne felejtsenek el a bohába jönni, ott találkozzunk.